Túl a Tiszán dalcsokrot hallottuk az Asszony kórustól, és Oroszi Erzsike a Tikstin zenekar régi énekesétől, aki két gyermek édesanyja immár, Benedek Krisztina és Mackó Mária tanítványa. Felkérem Oroszi Sándort, Szada nagyközség polgármesterét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm a lehetőséget. Kedves barátaim, ünneplő közönség! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Köszönöm, hogy az összetartozás jegyébe eljöttek megünnepelni ezt a csodálatos 40 éves évfordulót. Csodálatos, mert láthattátok, hallhattátok, hogy ennél szebb nincs. Fizetett színészek, fizetett emberek nem tudnak annyi gyönyörűséget adni, mint a mi gyerekeink, a mi asszonyaink, a mi fiaink. Csodálatos. Látható, hogy a falu él. Most Nagyközség lett a neve, Nagyközség. De akkor is az a millió, amiben apáink, anyáink, felneveltek bennünket, az a millió tovább fog élni. Tovább fog élni azért, mert akarjuk. Tovább fog élni azért, mert a Szadáért Kulturális Alapítvány megtesz mindent érte. Mert a képviselőtestület, aki bizonyos dolgokba dönt, segítőkész, támogatja ezt a kulturális oldalt. Érzi a testület is, hogy ez a mi valóságunk, ennek élni kell. A másik, ez egymáshoz köt bennünket, a népszokásaink, a hagyományaink. Hát az, aki egy kicsit idősebb, az nagyon jól tudja, hogy azelőtt egy utcában mindig összejártak az emberek. Összejártak tevékenykedni, beszélgetni, énekelni. Minden formáját megragadták az együttlétnek. Na most ebből egy kis ízelítő ilyen kulturális alapon meg tud valósulni. És én azt kérem, hogy minél többen és többen nézzék, hallgassák és támogassák ezt a kulturális dolgot. Még egy a fiatalság felé. Hadd kérjem, csodálatos dolog látni, hogy van utánpótlás, és akarják, és kedvel csinálják, és gyönyörűek. Tehát azt kérem az ifjúságtól, csatlakozzon ehhez a nagyon szép hagyományhoz, csatlakozzon ehhez a kulturális élethez. És most ragadom meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem, hogy itt lehetünk, a Szadáért Kulturális Alapítványnak, aki ezt az egészet létrehozta, szervezte. Szervezte azt, hogy erről a 40 évről legyen egy kiadvány, ami bemutatja azt a 10 embert, aki elkezdte. Aztán bemutatja a többit, aki kapcsolódott hozzá. És hogy emögött mennyi szervezés, mennyi munka. Hát azt azért talán ők tudnák a legjobban elmondani most is, hogy készültek, hogy mennyi próba, mennyi munka előzte meg ezt a dolgot. Tehát rendkívül nagy odaadást igényel. És még egy dolog végezetül, amit szeretnék mondani, hogy tisztelettel emlékezzünk meg Szitó Máriáról. A néphagyomány, hogy ilyen fokon megmaradt nálunk, és ilyen fokon fejlődött, ki kell, hogy mondjam, Szitó Máriának köszönhető, kiharcolta, amit lehetett, összefogta, amit lehetett, és egy csodálatos művet hagyott maga után. Hogy innen köszönöm ennek a nagyszerű asszonynak, és köszönöm a mostaniaknak, Grétikének, Galambosné Orosz Ilonkának, és minden segítőjének, Évikének, Zoli édesanyjának, mindenkinek, aki ebben részt vesz. Bízok benne, hogy mindenki örül,
és mindenki jó szívvel és örömmel fog innen elmenni, és meg fogja emlegetni, hogy milyen csodálatos ünnepség volt a 40 éves évforduló. Nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy meghallgattak. Köszönöm a résztvevő népi együttesnek, a fiúknak, lányoknak, asszonyoknak, mindenkinek ezt a csodálatos estét. Minden jót Önöknek! Vajdaszent Iványi cimbalom muzsika következik, Unger Balást látjuk, halljuk. Köszönöm.
Unger Balázs zenei pályafutását a Fixstim zenekarban kezdte brácsásként, majd 1993-ban a Galga zenekar cimbalmosa lett. Jelenleg pedig a Cimbali Band alapítójaként járja a világot. Thank you.
Ciberiné Szitó Marika munkáját nagyszerű szakemberek segítették. Hintalan László sajnos nem lehet ma velünk, de levelében így üdvözöl bennünket. Kedves szadaiak! Köszönöm megtisztelő meghívásukat, de a családunk egészségi állapota miatt nem tudok személyesen ott lenni önökkel. Szívem első köszönete a Székely Bertalan táborhelyé, ahol szadai gyerekekkel és felnőtt mesterekkel lehettünk együtt 1981-ben. Akkor még nem sejtettem, hogy az az asszony, akivel sok tréfás játékot találtunk ki a táborlakók számára, ez az asszony a feleségem lesz. Ezért is köszönöm a szadai tábort, lehet, hogy enélkül másképp alakult volna a szép, páros életünk. A második köszönet már a falu élő és már eltávozott lakóinak teljes közösségének szól. Munkahelyemből adódóan, mint a Gödöllői Művelődési Központ hagyományőrzési előadója, találkozhattam azzal a szép, alapos és lelkes hagyományőrzési munkával, melyet a szadai népművészeti csoportok s akkori vezetőjük Szitó Mari végzett évtizedeken keresztül. Végül harmadszor, mert a három a magyar igazság, a harmadik köszönet legyen a teremtőjé, aki olyan lelkülettel ajándékozta meg a szadaiakat, hogy mindenre az értékőrzésre méltókká, alkalmassá tette őket. A múltban és láthatóan a jelenben is, mikor Isten csillagokat teremtett, véletlenül egy a földre esett, leesett a legszebb csillag a földre, ott ragyog a babám két szép szemében. Ragyogjon egy csillag mindnyájunk szemében, gyermekeinkében, unokáikében. De úgy, hogy a két szemben lévő csillogás egy legyen, s mint egy, kössön is vissza a csillag teremtőjéhez, az egyhez. Isten áldása legyen minden gondolatukon, tettükön, jövőjükön. Hintalan László János. Most pedig múltidézés széki sűrű tempóval. Pintér Lajos, Molnár Attila és Vrabéj Balázs az együttes jelenlegi tagjaival táncolnak. Pintér Lajos és Molnár Attila az általános iskolás éveik alatt, később másodikos középiskolás korukig táncoltak. Aztán visszaálltak egy-egy külföldi vendégszereplés alkalmával. György Károlytól és Széphalmi Zoltántól tanultak táncolni. Vrabéj Balázs pedig emlékezetes örege volt az együttes betlehemesének. Thank you.
azt mondták, hogy mondjak valamit, mert nyilván azért jöttek, hogy beszédeket hallgassanak. Sok minden elhangzott már az együttes múltjáról, egy-két dolgot mondanék. Ugye 1975-ben indult az asszonykórus. Mari nem volt még egy fél éve, hogy itt dolgozott. De valahogy megérezte, hogy itt neki ebbe a faluba dolga van, és tulajdonképpen egyszerre kezdett hozzá a tárgyi anyaggyűjtéséhez, egyáltalán a gyűjtéshez, és az asszonykórus legalábbis egy tévéfelvétel alapján azt mondja, hogy nem ő találta ki, hanem asszonyok keresték meg. Az előzménye nyilván az volt, hogy a fekete-fehér egyadású tévében volt egy zseniális műsor, a Röpűpába, amit egy Vas Lajos nevű kiváló karnagy szervezett, és ami váratlanul országos mozgalmat indított. Senki nem gondolta, a tévé meg is ijedtett, hogy miféle mozgulódás ez, de egymás után alakultak a Menyeske kórusok, pávakörök, és ez a Vas Lajos nevű karnagy, aki politikai okokból éppen félre volt állítva, megállíthatatlan volt abban, hogy járta az országot, segített a kórusoknak, megénekeltette a közönséget, ha most itt volna, akkor mindenki énekelne, és ezzel indította el. Na most ugye ez a kórus indult 75 márciusában, már augusztus 20-án felléptek az asszonyok. Ez még hagyján, mert hát ugye helyben honnan tudják, hogy mi a jó, mi a nem, de elmentek ősszel egy minősítésre. És attól kezdve minden minősítő hangversenyen ott volt a kórus. Mari rettenetes, nagy akaratú, nagy energiájú ember volt, de azt kell tudnunk, hogy nagyon igényes volt, nagyon következetes, nagyon megtanult mindent. Hát ezek a minősítők azért nem ilyen simogatósak voltak. Két embert említenék, akinek nagy hatása volt végül is a Szadaiakra is. Az egyik Olsvai Imre, a nagy népzenetudós, a másik pedig Borbé Joli néni, aki még hála Istennek mindig köztünk van, aki viszont néprajzos volt, és az öltözéket, a megjelenést bírálta. Hát az elején sírtak az asszonyok, mert ugye, hogy rajtuk volt a karóra, meg frufru volt, meg mit tudom én, milyen pluszikokat vettek föl, meg nem volt egyenesen szépen a szoknyák alja. Jolika néni semmit nem hagyott ki, és utána aztán annyi lett a kórusnak, mert Mari mindenkin behajtotta ezeket a dolgokat. A következő, ahogy a leveléből hallottuk, Hintalan Laci volt, aki a Gödöllői Művelődési Központban hagyományozási előadó volt, és ami újszerű volt, az, hogy gyerekjátékokat állított színpadra. Tehát azt mondta, és ebbe Szadaiak is követték, hogy ne betanult koreográfiát csináljanak a gyerekek, hanem ahogy régen játszottak a udvaron vagy az utcán, azokat a játékokat adják elő. Hát azért nem volt olyan könnyű, mert azért a színpad szabályainak is meg kellett felelni, de ez is volt. A következő ember, akit említenék, az egyik itt lévő zenészünknek az édesapja, Rónai Lajos, aki az Aszódi Zeneiskola igazgatója, és aki elindította, azt hiszem, hogy vidéken először a népzenész képzést. Na most miután Mari tudta, hogy azért kéne a zene is, valahogy néhány családot befűzött, hogy az ekkorka gyerekeit hordják Aszódra. Hát ez a szép szál primás, éppen, hogy kilátszott a földből. És a volt tanára, Rónai Lajos mondja, hogy egészen fantasztikus volt, mert kapott egy hegedűt, a legkisebb hegedűnél is majdnem nagyobb volt a hegedű, mint ő. És akkor kézbe fogta, és azt mondta, hogy na, ez kell nekem. Na hát, meg is jártam, mert tényleg az övé lett. De az, hogy ilyen fantasztikus zenészek lettek itt Szadán, akik hát nem Szadán zenélnek, de nagy hírűek és nagyon jók. Ez is valahol a Mari erőszakosságának vagy rámenőségének és a szülők belátásának köszönhető.
tulajdonképpen ezekkel az ágakon, aztán volt itt György Karcsi, ugye tánc nem nagyon volt, kevesebb volt, inkább az asszony, a menyecskekórus, az asszonykórus volt az erősség, gyerekekkel próbált már gyerekcsoportokat, citera is ment, nem ment, azért az nem volt egy ilyen hosszú távú dolog, de mégis szakmailag tökéletesen megalapozódott a szadai hagyományőrző együttes. Tulajdonképpen ma is erről szól. Azzal együtt, hogy a Marika halála után egy kicsit változott, ugye addig az asszonykórus volt az erősség, és főleg külföldi szereplésekre, meg székely, tehát úgy hívtak inkább vendégtáncosokat, hál' Istennek, mert Szakmári Feri is például így került ide. Egyszer most átfordult a dolog, és most ilyen nagyon lelkes táncosok vannak. És ez nagyon jó. Hát az ember drukkol, mert elnézi, hogy maradjanak még, akik a régi kórusban voltak, milyen jó volt őket most látni, de hát nem érünk örökké, az állítólag. És hogy legyen utánpótlás. Most ez egy jó létszám, csak arra gondolunk, hogy két pár kiesik, akkor mi van. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az iskolába, vagy valahogy egy ilyen utánpótlás még tovább is nevelődne, mert ez egy nagyon szép történet, nagyon tisztességes. Azt még nem mondtam, hogy a minősítéseken az első két évben csak minősített oklevelet, tehát ilyen minősítő oklevelet kaptak, ami azt jelenti, hogy na jó, hát fölmentnek a színpadra, de hát semmi különös. És a negyedik évtől végig kiváló minősítést kapott az együttes, sőt úgy állították mások elé, hogy tessék megnézni, hogy néznek ki ezek az emberek, hogy mozognak a színpadon, tessék megnézni, hogy kell összeállítani egy népdalcsokrot, tessék megnézni, kire kell bízni a szólóéneklést. Tehát Mari, aki iskolában ezt nem tanulta, tökéletesen megtanulta az együttes szervezésnek minden dolgát. Ezért is nagyon jó, hogy volt nekünk. Még egyetlen egy dolgot mondanék, hogy mostani történt egy baj, mert az egyik kiváló tagunk, a Nelni Marika próbára jövett, elgázoltatta magát egy autóval, úgyhogy kórházban van, reméljük, hogy hamar meggyógyul. Hát, hogy ez most munkahelyi baleset vagy mi, de hát minden esetre a próbák áldozata. Kívánjuk mindnyájan azt, hogy gyógyuljon meg is, aki tudja azt, vagy tart vele kapcsolatot, az segítsen neki a gyógyulásba. Köszönöm szépen. Még egyet mondanék, hogy amikor nézzük ezt az együttest, ugye azt mondjuk, hogy de jó lenne, nekem is lenne botlában, meg tudnék énekelni, de nem csak arról van szó, hanem valami ezekből a gyerekekből, emberekből, asszonyokból árad. Nem tudom, hogy máshol is, de én nagyon erősen érzem. Ugye az elegancia, a fegyelmezettség, a tartás, a tudás, a lendület. De van ennek egy másik oldala is, aminek elég sokszor hiába vagyunk. Ha nézzük őket a színpadon, akkor megérezzük, hogy jelen van a gyengétség, jelen van az együttérzés, jelen van az, ami embereket összeköt, és az nagyon-nagyon jó, és köszönöm neki. Mezőkölpényi muzsika következik. A Fixtim zenekar a mezőkölpényi muzsikát játszik. Unger Balázzsal. Ezzel a zenével korábban számos versenyen sikeresen szerepeltek. Szóval köszönöm szépen az előző tapsot, és sajnos nem tudtam abban a mikrofonban beszélni, mert kicsit szűkös ott a hely. Annyit szeretnék még megköszönni itt az itt lévő fiúknak is, mert nekik nagyon sokat köszönhetek velük. Kezdtem muzsikálni. Dulai Zolit itt a lépcsőn ismertem, meg egy táncház folyamán éppen el volt törve a lába. Szép dunántúli táncházat muzsikáltak. Zolit is, akkor ugyanígy Rolival is együtt muzsikáltunk. Akkor még Bartók Józsi volt a bőgős a Fixtim zenekarban, de Barnával is több kiadványon muzsikáltunk már együtt. És hát a következő egy olyan összeállítás lesz, amit az elsők között tanultunk. Akkor még Brácsán játszottam, két Brácsával játszottuk, két hegedűvel. Van még egy Brácsa. Hát jó lesz az cimbalommal is. Mezőkölpényi muzsika Szabó Viktortól.
és hát ezúton is Ciberi Niszitó Máriát is üdvözöljük ott fönt, és köszönjük neki a sok segítséget, valamint Rónai Lajost is szeretném megemlíteni, mert neki is egy nagyon nagy tapsár, valamint Blaskó Csabát, akik tanítottak minket. Thank you.
Benedek Krisztina és Széphalmi Zoltán következnek. Benedek Krisztinától kalotaszegi dallamokat hallunk. Az együttes életében Benedek Krisztina kétszeres aranygyöngyös táncos, népdalénekes, a népművészet ifjú mestere, nem csak tánc, hanem énektanárként is jelen volt és segítette az együttes munkáját. Az együttesnek több neves tánctanára volt, közülük most Széphalmi Zoltán, örökös, aranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere, kalotaszegi legényest fogunk tőle látni. Amíg beállítom a mikrofont, engedjék meg, hogy Gréti nénihez kapcsolódva elmondjam, hogy azon az 1981-es népművészeti táboron én itt voltam, azt hiszem hetedikes, általános iskolás lehettem. Jó régen volt. Tehát sokkal régebben megjelentem itt Szadán, mint hogy tanítottam volna itt az apróságokat énekelni vagy táncolni. Úgyhogy köszönöm szépen Ingréti néninek ezt a dolgot. És akkor most kalotaszegi hajnali nóták csárdás és szapora fog következni. Mind azt mondják, hogy nem való. Thank you.
Birigyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke, a Kóta társelnöke írt egy köszöntőt a Szadai Népi Együttes fennállásának 40. évfordulója alkalmából. Nagyon sajnálom, hogy korábban vállalt népzenei zsűri elnöki feladatom miatt nem tehetek személyesen eleget a Szadai Népi Együttes jubileumi műsorára szóló kedves meghívásnak. Így jó kívánságaimat írásban küldöm az ünnepelteknek. Nagy dolog egy fél emberöltőn 40 éven át mulatni, mulattatni, dalolni, zenélni, felmenőink dalait élettel éltetni. Egy hasonló kerek évfordulóra emlékező együttes vezetője kiszámolta, mennyi időt töltöttek az együttes vezetői, tagjai a népzenével, tánccal, tanulással, próbákkal, fellépésekkel, közös programokkal. Körülbelül 2 teljes évet a 40-ből. Akik részesei a számtalan sikert kiérdemelt Szadai Népi Együttes életének, aranykoruknak tekinthetik a zenével, hagyományőrzéssel töltött időt. A látvány művészete fényben él, a zene sötétségben is utat mutat. Fogalmaztam a zenéről. Természetesen nem csak nehéz pillanatainkban segít a zene, hanem minden élethelyzetben lendít, kiteljesít, örömöt, élményt ad magunknak, másoknak. A Szadai Népi Együttesre méltán lehetnek büszkék a településen, a megyében, de az országban is. A térség hagyományának egyik legavatottabb éltetői. Ma már átfogják a teljes porollót, fiatalok, idősek kapaszkodnak össze a jó ízű dalokban. Örökségünk a ma élményével jövőnk alapja. Köszönet mindazoknak, akik segítették, támogatták eredményes munkájukat. Köszönet az önkormányzatnak, a fenntartóknak, a művelődési háznak, szakembereknek, minden családtagnak, támogatónak, akik kellő hátországot biztosítottak a nagy sikerű működéshez. Köszönet Ciberéné Szitó Máriának, aki motorja, vezetője volt a szadai hagyományok mentésének, átadásának, éltetésének. Mária és Boros Zsuzsa kérésére jöttem a szadai iskolába 80-as évek elején tanítani az utánpótlásként induló gyermekzenekart. Citerákkal, furujákkal alapoztuk a kezdődő élményutat. Az 1986-88 között forgatott portréfilmemben szerepelt az általam a zene birodalmába bevezetett, majd utóbb Rónai Lajos által az Aszódi Zeneiskola keretében továbbfejlődő Szadai Gyermekzenekar, a mai Fixtin együttes. A csikóként riháncoló gyermekzenészek nagy sikert arattak. Dulai Zoltán hegedű, Balog Roland brácsa, Bartók József bőgő, Oroszi Erzsébet ének. A 80-as években a Néprajzi Múzeum népzenei osztálya vezetőjeként többször gyűjtöttem a település legjobb dalhordozóitól. Szitó Mari szerkesztésében látott napvilágot a Sej Szada falu kötet, amely közreadta a legveretesebb dalokat, emléket állított a legjobb hagyományápolóknak, átadóknak. Emlékezetes Kóta országos zenei világnapi hangversenyt is szerveztünk a Székelykertben. A Szadai Együttessel 1985-ben Karaszek Zoltán hangmérnök kollégámmal műsoros kazettán örökítettük meg a legszebb összeállításokat, az ízes énekeket. A népzenei mozgalomban is fecskék csinálják a nyarat. Kalapot emelhetünk a népdalkör 40 éves tanításában, irányításában tevékenykedő együttes vezetők előtt. Köszönet, elismerés a Szadai Népi Együttes minden tagjának, akik szívvel, lélekkel, az elődöket is visszhangzó, de mában élő, megszólító hanggal, mozdulattal, magukkal ragadva tolmácsolják népdalainkat, táncainkat. A legszebb férfi korba érkező együttesnek boldog születésnapot, további sikeres működést kívánok mindannyiunk örömére. Birigyi József. És most az együttes egy régi szadai hagyományt elevenít most föl, a lakodalmi gyertyás táncot és menyasszony fektetést. Ha
asszonyunk felkért szeretettel, hogy ő helyette is egész tisztelettel zengené búcsúját, búcsúszavait. Hallgassák meg tehát főfóhajtásait. Kedves édesanyám, ti hív dajkám voltál, bajomat láttad, érte majd meghaltál. Kénytelen lettem most tőled megválni, hozzád hasonló hív dajkát találni. Kedves édesatyám, most te hozzád térek, míg új szállásomra te tőled elmélyek. Áldást Istentől dereád is kérek, itt mindig szívemből szüntelen dicsérek. Thank you.
kívánok e háznak, Istentől minden jót a házgazdájának. Néktek is minden jót, tisztelt főnásznagya, körülöttünk lévő nemes kompádja. Ami nagyasszonyunk nékem azt beszéli, hogy az ő mátkáját köztünk nem szemlé. Ő is le akar melléje feküdni, ha az tisztelt násznagy urait megengedi. Megengedjük! Miért tartom ezen szép szüzet jobb kezemben? Miért tartom tehát ezen gyertyát a kezemben? Azért, hogy elmenjek véle egy ösvényen, amint elment egy legény nem réges. El is jött az idő, hallgatok a szóra, mert már 11-et elütött az óra. Ami vőlegényünk fölfeküdt a padra, néked is, menyasszony, menni kell a hadra. Ragyognak az égen a csillagok immár, megszűnt minden munka, az utazó sem jár. Összeölelkezve nyugszik sok kedves pár, téged is, menyasszony, nyuszolját készen vár. Ballag a fiastyúk, az idő is eljár, késő lefeküdni, korán felkelni kár. Én is megyek, mindent megengedjek már, mert az én galapom is szívszaszadva és óhajtva vár. Útra kellene hát már mennyasszony indulni, hogyha jönnek férjed tégedet elvinni. Mert minden szépen el akarunk menni, jó lánypajtársiktól búcsút kell még menni. Jó lánypajtársi, most búcsúzom tőletek, sinek koszorúzni elkészült fejetek. Engem megfosztanak, többé vitteltek, az Isten áldása maradjon veletek. Csendes jó éjszakát kíván hát mindazoknak, akik mellette eddig fáradoztak. Én is azt kívánom mindkettőnek, csendes békességben sokáig éljen. Thank you.
először táncoljon. Mindenki táncoljon bele egy kurtát, de vigyázzon! Lehetapossa a cipője orrát. Én kezdem a táncot, húzd rá! Yeah!
És most Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökség díjas énekművész, a népművészet ifjú mestere következik. Megteremtett, hogy világoskodj a világ előtt, s méltón a hivatáshoz, melyre rendelt, lelket tükörként sugározza őt. Nem fogyatkozik, aki mindig ad, magát kifosztva egyre gazdagabb. Magadat kifosztottad, és magadat itt hagytad nekünk. Köszönjük a példát, köszönjük az erőt, köszönjük a hitet, a rendíthetetlenséget, a szeretetet, és hogy te még mindig vagy nekünk. Vagy nekünk, és ezt ma éreztük itt. Itt hagytad a példát, az együttesben tovább élsz, most már az angyalok kórusát erősíted, próbálod őket tanítani, táncolni, de ők hiszel, hogy nagyon jól tudják. És én most jelképesen neked is átadok egy ajándékot, abban az égi hazában, ahol a szüleimmel találkoztál, ahol ma is kinyitottátok a csapokat, és ti is ünnepeltek. Én egyet kérek, hogy néha imádkozz értünk. Mosolyog le ránk úgy, ahogy szoktál. Légy mindig velünk, és köszönjük azt az alázattal viselt egyenes életutadat. Ez a mi példánk. Ezt az alázatot itt hagytad az együttesben.
meghajtott fővel állok itt, és átnyújtok neked a kosárból egy szívecskét. Képzeld, mindenkinek hoztam ajándékot, és izgultam, hogy elég legyen, mert az éjszaka gyártottam. Mindenkinek lesz üzenet benne. A tiédben az van. A szeretet az egyetlen kulcs, mellyel minden zárt titkát kinyithatod. Rajtad áll, hogy mikor helyezed el a kulcsot az ágyban. Ezt a szeretetet erősítsd bennünk. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy szerethetünk. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Paradicsom hazájában, ígyen örök boldogságban, töltse békével napjait, egyezve lássa fiait. Tatár, török, más ellenség, minket meg ne rendítessék, minket meg ne Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz. Legyen előttetek mindig út, fújjon mindig hátatok mögül a szél, az eső puhány essen földjeitekre, a nap melegen süsse arcotokat, s amíg újra találkozunk, hordozzon titeket tenyerén az Isten. Azért külön örvendezzetek, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, vagyis a Zeneakadémia hivatalos falai között a Galgamenti népzene élő zene lett, és köszönöm az égieknek, hogy általam hallhatják először ezeket a gyönyörű kincseket a hallgatók. A Szadai Népi Együttes hangfelvételét örömmel használjuk, ott vagytok velünk, és ott lesztek mindig. Köszönöm, hogy vagytok, köszönöm ezeket a gyönyörű ajándékperceket. Fogadjátok szeretettel az én ajándékomat.
szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétet is, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Bocsánat. Csak elköszönni szerettem volna, de úgy látszik, nem sikerült. Nagyon örülünk, hogy itt voltak velük, és hogy együtt emlékezhettünk Macika nénire. További békés jó éjszakát kívánok mindenkinek!